Sziasztok! Gameborg T987 vagyok. Elérkeztünk a Soldier of Fortune végjátszásom legutolsó részéhez, szerintem. Én legalábbis így vélem. Tehát itt vagyunk Németországban. Decker a világhírű terrorista főhadiszállásán. Hát túl vagyok a második iraki küldetésen. Végülis most így áttemészget, meg így, nem tudom, így visszanézve, nem is voltam azért olyan rossz, tehát így kicsit olyan kőszívű voltam vele, hát minden jó volt, el voltam rajta. Ami megfagyott elég komolyan a game, nem tudom mi volt, tehát így lövöldeztem így a levegőbe, az csak így hang volt, meg így ilyen fűrész, mintha beakadt volna, ilyen Skrillex, ilyen dubstep feeling van, mindegy. Amúgy rájöttem, hogy azért lehet így a háttér, hogy megy egy-két cucc így nekem. Ilyen renderelés meg ilyen. Hát azt nem néztem a vízbe, vagy bele lehet ugrani? Most beleugrok. Bele. De nem történik semmi. Na szóval nézzük meg ezt a pályát. Elég hangos a zene. A szállítólevél szerencsére elégséges információt tartalmazott a rend tartózkodási helyéről. Hannover, Németország, végre eljött a leszámlás ideje. Esetleges célpontok, Decker és Jessica Six. Ugye Jessica Six az nem is egy személy, tehát eddig így jó át voltunk így verve, vagy nem tudom. De... tehát az maga ez a fegyver. Likvidált Sergei Deckert, lokalizáld és semmisítsd meg Jessica Six-et. Tehát a Jessica Six, ugye ez a neutron bomba. Amúgy tévedtem, megnéztem, tehát és hát nem tévedtem, mert mondtam, hogy ugye majd veszek valami új cuclit. Ilyen fejhallgatót, hogy a Asus volt. A Cooler Master, amit még néztem. És egész így barát, ilyen friendship gyanús. De majd még így meglátom, hogy melyik lesz, kicsit így kényelembe helyezem magam, ugye a gép elő. De na, szóval valami így kéne, mert... tehát, hogy komolyan... Ezt nem is tudtam, hogy bele lehet lőni így a kulcsokba, egy gombokba, és úgy is működik. Ez mondjuk ilyen Kung Fury is, ugye, amikor leugrik a srác a tetőről, és az zuhanás közben lövi a Ferrarit, az meg így beindul a lövéstől. Amúgy ezt nézzétek meg, az most jött ki nemrég egy ilyen fél órás film, így Cannes-ra szánták, de nagyon jó. Tehát ilyen, ilyen fan lettem. Csináltam hozzám, hogy feliratot, mert nem volt. DivX, olyan torrent file-hoz. Jó. Jó kis film. Amúgy én nem akarok rá kitérni, mert egy 3 órán át mondanám, tehát így nagyon fan vagyok, mint az állat. Ilyen retro feelinges a játék. Játékfilm. Tehát direkt most én nem akarok arra kitérni, mert tényleg így csak kicseszek ezzel a végrésszel, mert nagyon... Jó, nagyon fél órás, de egy évig tudnék róla mesélni, nagyon jó. Nekem bejön. Miért ilyen hangos ez a pályán a zene? Tehát megőrülök, olyan hangos. Bocs, hogy így lejjebb vettem, mert tényleg így nem hallok semmit a zenétől. Ugye itt ezen a
a rend főadi szállásán vagyunk. Most nagyon képzett azért ilyen, nem ilyen csöves terrorista katonákkal gondolunk, az ezeken elég jó felszerelt ürgék. Ajtót máshol kell kinyitni. Honnan lő? Igen, nála van az a... Szedjük már elő, és itt tényleg így... Jégyom óra, így... Hogy kapjon már egyet. De elég kevés van benne, úgyhogy vissza... Habár van rajta a pályán. Van belőle a pályán. Elég sötét ez a pálya, hoztam magammal azt, ami jó van, ott van, megvan. Amúgy néztem így, a YouTube-ot, ugye már így, ennek a végjátszásnak a végén vagyok. Tehát így már lélekben így félámban már az új sorozaton gondolkozok. Bassza meg, ennél van. Bocsánat, ennél van ő. Rakéta is nálam, meg persze, hogy nincsen. Na jó, van, ezt így megküldjük egy ilyen Devastator-szerűvel. De ez, hogy így nem használ neki ezt, tehát nem értem. Tehát oké, hogy páncé van rajta. Ez nem. Van náluk kínai stukker is. Valamit el kéne dobnom. Ez az RPG az azért jó az van. Nem dobja kell. Desertet. Nem dobom el. Már van most valahogy így nem azt nem eldobom. És nem. Gyere csak vissza. Hát azért se veszem fel most itt tényleg így, nem tudom. Shiftem az így most beült, nem akar lenyomódni. Hát ezt nem hiszem el, gyerekek, komolyan ez ilyen vicc. Itt van még a rakétavető, nincs. Ez miért nem hal meg? Tehát belelőttem, hogy 80-at, ezt nem hal meg. Na várjál. Hátra ki a szerencse, ugye? Na, szóval én néztem a netet. Így fél lába, hogy már készültem a... Készülök az új game-re. Ezzel kapcsolatban két fejlemény is van. Hát ugye beszéltem, a Soldier of Fortune 2 lesz a következő. Vagy, és per vagy a... Project IGI. Na most a Project IGI van egy gond, tehát így eléggé így ebolás ez a gondolat, mert tehát mindent sebből érzik, mert tehát annyi gameplay van, magyar gameplay van belőle, hogy azt összes tudtam számolni. Tehát vagy 5 feltöltőtől
van egy ilyen ráadásul mind kommentáros, tehát ilyen, ilyen szisztémám, mint én. Úgyhogy a Project IGI-t azt így jegeltem. De az a baj, hogy játszanak Rockwell-et, tehát itt tök jó. Lehet így magamnak végül, viszont érted. Na mindegy, viszont a Soldier 2-ből nincs semmi. Hogy az lesz a következő game, és nem sok, és nem is sokára, ugyanis így mondtam, hogy így lehet itt találgatni belőle így a neten példányokat. És hát néztem a ilyen használt árucikk oldalon, ugye. Ezt már itt tényleg nem akarom mondani, mert hiszem a reklám helye. Na mindegy, és ott egy árulja egy ilyen úriember. Na mondom, rákérdezek már. Tehát két rongyér adja a kettőt, meg a payback-et, tehát a hármat. És azt mondja, hogy így, tehát hogy mondtam neki, hogy küldjön már róla a képet, mert nem akarok ilyen lelakott, karcos, szanaszéthányt valamit tenni. És bontatlan fóliás a dolog. Hát én egyből megörültem, mint majom a farkának, úgyhogy így holnapi napon így megyek és anyát veszem tőle. Szépen. Mind a két részt, 2000 forint. Tehát ez nagyon jó bót szerintem, így nagyon... Szerintem így ezért nagyon fortune-os volt most így számomra, egy fortune feeling. Így a Gamer of Fortune van. Úgyhogy azt így szépen is hazahozom, így kézen fogva, és már tolom is föl, verem is, szétverem. Úgyhogy hamarosan jön a Soldier of Fortune 2. Végjátszám. Sajnálom ezt a Project IGI-t, így már nem ilyen jó szívvel megyek neki, érted? Tehát most egyrészt az, hogy... Tehát nem is a régiek, tehát idei is van, tehát így... Azért is, hogy lehet, hogy így már az enyémet így nem nézné meg senki, mert így már vannak az én megtekintések, tehát aki így kíváncsi volt, az így megnézte. Egy-kettő meg így nem akarok így más levesébe az így beleköpdösni, attól feltétlenül, hogy így 8-an így beleköptek egymáséba. Én max akkor kezdtem volna el, ha van belőle, de nincs kommentár. Hát van, amúgy mindaz... Hát inkább nem mondok véleményt, van szerintem jó is, rossz is. Nyilván én is egy, én sem vagyok egy profi, úgyhogy nem akarok véleményezni senkit. Szóval így Soldier of Fortune 2 meg a 3 is lesz. A 3-at azt lehet így majd később valamikor így egyszer. De azt is felveszem, megígérem. Vagyis még megnézem, hogy egyáltalán van belőlem, azt nem néztem meg. Magyar gameplay. Igen, ezek ilyen... Tehát így csökken így folyamatosan neki az élete, tehát nem attól függ, hogy hol találom el. Így le kell építeni a páncélját. Egész jó ez a kastély, most nem azért a 20 fillérért. Mondjuk kicsit ilyen Wolfenstein, tehát lehet ez is egy ilyen csórás. Így a Raven-től. Nem baj. Mondjuk a Wolfenstein az Activision, az viszont tényleg az. Jó, most nyilván, most azért megkastni, jó mindegy, igen, tehát értitek. Akkor leesett a lába. Egy Pinocchio-nak. Message from the dark side, there is. Valami létre lesz, vagy... na, látjátok, most... Itt most járkáltam volna össze-vissza, de... Tehát már azt hinné az ember, hogy ez ennyi, de nem. Az utolsó pályára így megtanulok így játszani, mit szóltok hozzá. Na. Meg hamarosan ugye megveszem akkor ezt a cumót, de szerintem lehet a cooler lesz amúgy, cooler masteres füles. Vagy az Asus, meg így az ilyen nagy dilemmám.
De akár melyik lesz, jó lesz szerintem. Úgyhogy azzal majd szépen fogom így nyomatni, veretni. Viszont nem ígérem a Soldier 2-re lesz-e. Az ott lent kinyílt. Vissza is záródik, nem kell rohannunk. Tehát a Soldier 2-re nem ígérem se a hangot, se a képet, mert úgy tervezem a facecamot is. Bár... nem tudom. Például Red Brad is, tehát nekem ő is az egyik ilyen nagy példaképem, neki például nincs facecam, de például Oscarnak van, tehát ő a második, nekem így Magyarországon, én nagyon így kedvelem. Írtam is neki most, ami nemrég. Így miért. Na mindegy. De visszazáródott a rohadék. Figyeled. Na úgyhogy neki, tehát például ő a Red Brad, nem... vagy Brad, most nem tudom írtelen. Na mindegy, őt is csipázom, és neki nincs facecam. Szerintem ez nem olyan kötelező amúgy. Van, rohanjunk akkor. Azaz. Everything is going as planned. Dicker won't say exactly when launch will occur, but it's sometime today. Kilövés, tehát kész a fegyver akkor ezek szerint. Na, leselkedjünk. Amúgy tényleg, ha így és remélem, hogy az így sikerem lesz, tehát én szeretnék azért így ezzel így... azért egy kis tábort így összegyűjteni. Nem azért, hogy most így engem itt azért, tehát hogy... csak azért, hogy legyen azért foganat, tehát azért jót is, rosszat is így azért várok. Tehát azt kell mondani, hogy írjatok nyugodtan egy kommentet, vagy e-mailen esetleg észrevételeket szívesen elfogadok. Elfogadom a negatív kritikákat is, de csak amúgy egy építő jellegű, tehát az ilyen felesleges, semmit mondó rossz indulatú kommentektől kíméljetek meg. De várom szeretettel az észrevételeket, hogy így mit kéne így javítani. Ezt a Soldier of Fortune 2-t én aludni sem fogok tudni, szerintem. Nem igaz, most miért nem megy föl? Ilyet? Tehát azt már várom. Ja igen, megnéztem a magyarítást. IBS. Az úriember neve, vagy csapat neve. Köszönjük szépen neki ezt a fasz a magyarítást, amúgy tök jó. Tehát tényleg jó. Csak két fekete pont volt benne, úgyhogy ez így nagyon jó. Úgyhogy IBS volt az elkövetője. Ez a Icebox, azt hiszem valami ilyesmi. Tehát szerintem ők egy csapat. És... volt még egy ilyen elfeledett baromságom. Ezt is így pont kiszűrtem, így beletekertem, és így az egyik részbe, arra már emlékszem melyikbe, és így... ja igen, az Irak 2, az előző. Mikor ott az a nagy területen így a tankkal ott hadakozta. Várjál, most megint itt pofázok, aztán azt tudom hova megyek. Végét még mutatta is, azt hiszem, hogy mi nyílt ki, ugye, az előbb. És tényleg annyira el vagyok már varázsolva. Jó, biztos nem itt, tehát miért jöttem vissza? Na, megpróbálom a Soldier 2-t, nem ilyen amatőr, most tényleg így kicsit ilyen amatőr, de amúgy így élvezem. Remélem, ti is. Tehát, hogy ilyen real, nem? Na, mindegy. Tehát, hogy így
akkor volt egy ilyen dumám, amit így lenyeltem. Én mondtam is, mert nem tudom mit mondtam, ugye az RPG volt egy ilyen film, ahol egy tehát a kivégzés ilyen RPG általi halál volt, tehát ugye általában mi van, hogy így vagy, tehát kiállítják az embert egy ilyen egy ilyen lövész csapat elé, és tehát agyon lövik, és a formát azt egy RPG-be, tehát így szanasz, szafatokra lőtték ki rakétát, nem tudom, ez ilyen Rikio-szerű valamiben volt, tehát ilyen agyhalott videóba. Azt hiszem ilyen arab volt amúgy, azt hiszem, de ilyen poén, tehát nem igazi. Ez... Jajta. Az így jó volt, tehát így... Tehát ilyen túlzás. Tehát amit mondtam, hogy a Morhan baj így rakétával lövöldözgetni, ugye a tyúkokat. Olyasmi. Ezek volt... Ezek a katonák lopták az elején a négy töltetet is amúgy, ugye, és már ott nyomultak ezzel a nagy kaliberű mordája. Amúgy ez, hogy itt a karakterünknél mindig ugyanaz a stukker van, hát az eléggé... Ez is szerintem ezért kicsit így hanyag, tehát azért... Ha nem is az van nála, ami így be van nekünk itt így téve így kézbe, akkor is legalább akkor ne lenne semmi. Ugye a Hawknak még mindig ez a... Ez volt így a kezéhez ragadva. Tehát így hozzánőtt így... Szerintem egy operáció útján se tudták volna így leszedni róla. Mindegy, ez a régi grafika, de ez is olyan tükör szerintem. Tehát, hogy... Egy kicsivel több meló lett volna vele, nyilván. Mindegy. Ettől függetlenül, mikor elmondok tényleg egy ilyen üzét. Ettől függetlenül... tehát hangsúlyozom, hogy ez egy jó game. Jó játék. És rövid, tehát... Én azt mondom, hogy ez egy tök rövid game. Én azt hittem, ez egy hosszabb, bár... Mondom, akkor már szétunná az ember az agyát, tehát azért nem egy olyan változatos. Azon is gondolkoztam. Most ugye a Project IJI az így ki lett x-elve. Ezt a Call of War-ezt, ezt lehet, hogy elkezdem előre. Annyira az, hogy nem mentem előre. Max annyi, hogy így a... ilyen pár rész erejéig azért tudni fogom, hogy mi van. Tehát úgymond, ugye ez a Medium FPS lesz. FPS Medium. This is where we strike first. By the time they know what hit them, the second bomb will be ready for launch. New York. Aj. Amúgy tényleg nem sokat ér a gránát, tehát ilyen nagyon bénán is lehet vele... nagyon bénán lehet használni, úgyhogy van sem. Nem sok értelme van. Egyszer volt értelme, hogy így lebontottam vele egy barikádot. A terve, gondolom, hogy hova mi lesz. Fénygránát. Ez egy jó game. Ez a mikrohullámú fegyverrel egy tiezget minket. Ez ki ez? És miért van ki ez? Amúgy ez is olyan, tehát ugye itt is azt akarták, hogy legyen ilyen kép.
tehát ilyen kastély ugye, és akkor le legyenek ilyen freskók, de miért ugyanazt kell kirakni? Tehát ez is hanyagság. Tehát ez már a harmadik fekete pont amúgy, így hanyagság terén. Tehát azt hiszem pont mondtam azt a játékot, a Mortírt, hogy milyen gagyi, átvihetetlen. Azt hiszem a legrosszabb PC játékok Rova magazinban is megtalálni, tehát a YouTube-on, ha jól sejtem, tehát tényleg egy hulladék. És abba így a templomba, így a freskók meg ilyenek, az jobb volt. Már mondjuk lehet, hogy vagy ez, vagy az, tehát ezt majd lehet ki kell nyitnunk. Van egy olyan gyanúm. A Wolfenstein kastélyban járunk épp. Kaaaam. Amúgy lehet nem a Call of War ez lesz, de amúgy az lesz. De mindegy, elmondom a gondolatom. Tehát ha már nem Project Iggy, akkor várjunk? Vagy a kettő. Azt nem néztem meg, látjátok? Bár szerintem abból is van amúgy Project Iggy nagyon ilyen kultikus játék. Tehát itt tényleg így sokaknak itt benne van a kis lelkébe. Na mindegy, az legyen ilyen C, tehát vagy Call of War ez. Return to Castle Wolfenstein, vagy a sima Wolfenstein, tehát a 2009, azt egyszer végigvittem PC-n, de úgy szeretném, hogy még egyszer mielőtt nekiveselkedek a New Order-nek és az Old Blood-nak. Tehát Call of War, tehát a Soldier 2 után végig, amit végeszek, az a Call of War ez. Egy. Azt. Jönnek az emberkék. Valamelyik Wolfenstein, amelyikből szerintem esély, hát lehet, hogy nincs, tehát Wolfenstein. És utána mi is sem elfelejtettem. Na mindegy, tehát Call of War ez lesz Soldier után. Na csak közben azért meg nem gondolom magam, tehát lehet, hogy azért meg fogom. Perpili nagyon rajta vagyok. Na, itt van az RPG man, kamerázik. Ki is lőtt egy rakétát. Most nem azért, de ez egy nagyon gyenge fegyver. Ez a gránát vető. El is dobom, tudjátok mi? Jobb nekem az RPG. Mert amit még el kéne dobni. Már ezt is eldobom, ami kell, ez jó van. Ebből, ami nálam van, ez a nagy kaliber, ebből van úgy is a pályán. Lehet, hogy nem kéne mindig csak így FPS-t így vinni. Azt hiszitek, hogy csak így lövöldözni szeretek. Tehát nagyon szeretem én az RPG-ket. Az a baj, hogy még így, tehát így elsőre így FPS inkább, azok ilyen nagyon ilyen egy irányú út feeling. Ez egy RPG elég szerte ágazó, és hogy nem is tudom azt, hogy tudnám így jól megcsinálni, tehát az egy részekre így leosztva. Így csak a fő küldetés, hogy mellé, nem tudom, majd meglátom. Minden esetre azoknak minden elismerésem, akik egy ilyen fasza, jó szerteágazó, nagypályás, nagyon hosszú RPG-t azt így bevállalnak így videós szinten, az így az úgy meleg. Tehát nézzünk meg. Mink van. Két ilyen mikrofegyveres állatmajom.
Ezeket így megajándékozom, szerintem tök jó ez a lovagi páncél. Ezeket így megajándékozom egy rakétával, szerintem, mit szóltok. Nem is hülye ötlet, mert nagyon... Tehát így... Már ez itt nagyon sláger, az a baj, hogy mindig így követni kell, hogy a divatot a pályán, ha skúló gazdag akarsz lenni. Na szóval az így, az is választottam, tehát két ok miatt választottam egy ilyen régi játékot, mint a Soldier, három ok miatt. Egy, hogy nagyon rég játszottam vele, és már tökre szerettem volna újra, és ugye egy így most itt tök jó, hogy ilyen nosztalgiás mámorban itt topzódok amúgy. A másik az, hogy most megint jönnek? Nem már, hogy ezeket respawnolja a game. Na, őrjáratok vannak itt mindig. Kicsit dezörözök, már olyan rég hallottam a kis hangját. Tehát egy az, hogy akartam vele játszani. Kettő az, hogy tehát az, hogy egy ilyen amúgy ilyen egyszerű lágyjáték amúgy ez, tehát így könnyű így, ezt még így ilyen látatlanba is így gondoltam így amatőrként, hogy valami ilyesmivel kéne kezdeni. Meg az, hogy egy régi játék, tehát én osztam, amúgy így főként így régi gémeket akarok majd így mutogatni. Szerintem így ez mellett így nagyon kezdek így megállapodni. És nem csak azért, mert könnyebb ezeket így fölvenni, hanem mert én szeretem a régi játékokat, tehát jók. Maiak is jók, tényleg. Minden. Minden kétség nélkül állíthatom ezt. Na, a desertet ezek se szeretik. Ez a... Megan Fox melleivel így fejbe verdesem őket, az így nem jó nekik. És szóval fölvettem kapcsolatot amúgy Oscarral, remélem, hogy valami lesz, tehát ő amúgy jó fejted itt sem. Igen, bocs, hogy így beleszövegeltem. De lehet, hogy majd így. Kértem úgy tőle tanácsot is, hogy így mit nézzem már erre alkotmányra, amit itt csináltam, hogy mi a véleménye, hogy mit kéne így szerinte így mindenen így technikailag, imidzsileg így kommentárilag, úgyhogy kíváncsi leszek, hogy írni fog-e. Most menjek vissza be. Most így ezek így ezeknek kikerültem a figyelmét, ugye? Most nem azért ez... Mit keres a fürdőszobában egy állik fel fegyverezve? Ez ilyen gardrób szoba volt. Akkor az önzek, hogy nincs itt valami titkos átjárat volt, hogy így, tudom én. Nem kell erre. Mentek egyet, jó? Most oké, így eszembe jutott. Ez egy pálya. Na, itt jöttem. Na. Tehát kimentem. Vettek észre, erre nem tudok menni. Nem tudok lőni. Ezt a függetlenség napjába ordít azt a Russell kész. Mikor azt a bizonyos utcsó rakétát így nem bírta kilőni Csóringer. Aztán kénytelen volt így önfeláldozóan. Análisan így leépíteni az űrhajó. Na ez viszont ez így jó, tehát ez meg egy pirosban ilyen
megcsinálták, tehát... Lehet, akik így most ilyen új gamerek, meg így, tehát így nem az a korosztály, ők így azt mondják, hogy most ez mit van odáig ez az ember ezért, meg már én is így látom, hogy ez egy gagyi. Én így bele tudom még élni magam abban, amikor ez így új volt. Tehát ez így... Komolyan beugyoztunk ettől, egy ilyentől, meg egy ilyentől. Ettől a fénytől, hogy úristen, hogy ez milyen jól néz. Ez úgy tényleg jól néz ki. Na jó. Nem úgy, nagyon hossz, lehet kapni fogok már olyan kritikát, hogy na, hogy figyelj már. Kis robot ez így. Nagyon hosszúak a gameplayek. Tehát ilyen Terminátor az nagyobb hatékonysággal végzi az akciókat. Gyorsabban. Na most megint, tehát most egy házba tévedek el, nem érted? Tehát ez milyen? Játszhatnék ilyen pokoli szomszédok, ilyen csapdákat állítok ide, aztán hogy el vagyok így egy évig. Jönnek az emberek, azt elcsúsznak a fokrémen. Nem. Itt erre kell menni, tuti. Tehát ezt valamit itt nem látok. Állj meg. Ja. Megnéztem ezt az új Terminátort amúgy. Tehát ugye egy Terminátor fannal van dolgotok. És erre se térnék ki, mert amúgy tényleg itt fogok ülni egy fél napig. Ahogy a Kung Fury-ra se. Tehát még félek így belemenni ilyen témába, mert elszáll velem a ló, aztán így csak mesélek, mesélek. Tovább meg nem jutok. Nem igaz. Ágy így eltolom, nem tudom. Jó. Tehát én úgy látom, hogy ez egy zsákutca. Úgyhogy menjünk vissza, Max, megint visszajövünk ide. Tehát... Semmi. Ez nem sajtó. Nem voltam. Hát én azt mondom, nézze meg mindenki és döntse el maga, hogy milyen ez a film. Ez a te új Terminator Genesis. Annyi, hogy én nem csalódtam benne, tehát azok alapján, amit így írtak, meg így vártam, így tényleg azt adta a film, tehát így jó, meg minden. De nem ájultam el, tehát nem ájultam el a filmtől. Tehát... Terminátor 2-t mondjuk most így berakok így este, így mondjuk Blu-ray-en, DVD-en, ez, tehát így elájulok, tehát egyszerűen még mindig. És tőle a Genesis-től nem, tehát ilyen nagyon CGI, nekem a CGI-om az nagyon ilyen izé. Tehát én nem szeretem, erre jöttem. Jó van, tudom, látom. A CGI az nekem így nagyon így... ezt én nem szeretem. Tehát én látni, hogy mű. De csak jobban látni, hogy mű, mint egy ilyen maszk bábum. Na most miért? Most miért... restartolt így a játék, tehát hogy így újra. Menjünk vissza, mert lehet, hogy ez itt csak így ilyen mellék valami.
Tehát igen, erre voltam, akkor menjünk tovább. Az a tudja az, ami nem nyílik, igen. Ezekkel kéne valamit csinálni. Megint bolyongok, tudom. És megint nem látok egy ilyen sarkot, és komolyan, hogy mi egy ilyen könyvet el kéne húzni, vagy valami, és könyvbe, érte. Mondjuk ez nekem egy gyanús. Ah, Istenem. De észrevettem. Amúgy megpróbálok a Soldier 2-be így nem ennyit pofázni. Vagy nem tudom, hogy ez mennyi... nem tudom a visszajelzéseket, hogy... tök jók-e a témák, vagy így nem. Majd egyszer talán. Rendszer deaktiválva. Na majd ki fog derülni. Amúgy szeretek így mesélgetni meg mindent, tehát... Jó az így. Szerintem, hogy engem kérdez ki magamról. Nyilván ilyen I love myself hitvallást hallom inkább, mint hogy I am a bastard. Na most melyik rendszer lett deaktiválva? Jó, ez a nagy kaliberű húsdaráló, ez így nagyon így küldi. Jó lehet így operálni. Jó van. Nyerünk erre, mi van. Mondjuk ahhoz képest, hogy ez az utcsó pálya elég ilyen laza. Mondjuk ez az első fejezete nyilván tudja, hogy lesz több. Ugye ilyen AB. És a Soldier 2 az azért lesz amúgy még faszább, mint ez. Mert amúgy azt lehet nem mondtam még, tehát nem tudjátok. Én azt nem vittem végig, amúgy soha. Tehát, de erre már jöttem. Igaz? Igen. Menjünk vissza egy kicsit. Talán erre valami. Tehát annól játszottam vele, elmentem szemben a dzsungelig, ez az első pár pálya közül az egyik, tehát a harmadik, negyedik. Aztán azt hiszem, nagyon ködös XP-s emlékeim van, ilyen 10 év körülbelül, az akkor volt, hiszem így pont így lefagyott a gépem, így tönkrement, így a oprendszer. És akkor így lesz, újra raktam, aztán így a gémet már a rusta volt, hogy elfeledésbe merült így az így a
így elrepült így a feledés szárnyán. Húzzunk meg erre. Tehát erre már itt nem voltam, és így nem volt semmi, vagy... Nézzünk meg alaposan mindent. Kell végig nyomjuk a... Látjátok? Gondoltam, hogy ilyen rejtett szumó lesz. Tehát ezt én is... Ezt beleraktam volna én is a gamebe. Tehát csinálom, azért... Kitaláltam. A Branerus van itten. Hát tudja, hogy így engem így várnak amúgy. Mert nagyon ilyen olyan gyanús, hogy így... Végre megjött Mr. Malones. Most vertem be egy teát. És egy csapdába kerülök, hogy valami. Amúgy az előző videóban meg nagyon hangos volt, én azt vettem észre. Tehát a japán pálya hang volt, az előző hangos. Most remélem, hogy az arany középút lesz. Open up all defenses. Nem történt változás amúgy. Komoly ez a föld alatti bázis. Ja, amúgy van ilyen fegyver túlmelegedés amúgy, és akkor várni kell. És pedig én nem nagyon húztam így ki nagyon. Itt az életerő csík alatt van egy ilyen hő. Termométer, na, leheljünk egy kísérletet magunkba. Na. Szóval remélem, hogy most így jól lehet. Most már tényleg így legalább az utcsó pályán így legyen ilyen kellemes kis hangom. Vegyük fel a lőszereket. Tehát ezt a Terminator Genesis-t ezt így mindenki így döntse el magának. Elég nyakatekert, tehát így a... elég ilyen paradoxon... paradoxonban topzódik. Tehát ilyen paradoxon orgia van a filmben. Tehát így olyan What's Up Duck feeling, így mi van? Mi ez a sok... Uber baromság, de jó, meg lehet nézni, csak már nagyon ilyen... Ilyen amerikai, nagyon CGI-zott popcorn zabálós üzé amúgy, tehát így... amúgy megnéztem most Oscar videóját. Csacsogjunk. Szoktam, tök jó amúgy. És ő nagyon jól megfogalmazta. Azt mondta, hogy... Tehát a film önmagát sem veszi komolyan, és ez tök igaz. Amúgy meg azért nem lett elcseszve a film. Mert így Cameron bácsi eléggé így ott volt, így ott állt, meg így nézelődött, így mikor így készült, így minden. Így a forgatókönyvet is beleértve, úgyhogy azért lett ilyen, tehát ilyen veszélytelen a film. Használjunk ma azért mást is, érted? Már csak mindig lövöldözzünk, már az olyan Conan a barbár feeling. Amúgy az is lesz új Conan, amúgy. Az öreg Schwarzival. Ugye a Schwarzi amúgy az egyik nagy kedvencem. Ugye?
Conant is csipázom, ez is egy jó-jó kis film, ilyen tök jó van, barátságos, el van így az ember vele. Na és lesz egy ilyen Legend of Conan. Nem sokára. És amúgy ez így tök, tehát én így most így elképzeltem azt, ez így tök jó lesz. Tehát van az első két film, és ott az egyik végén, azt hiszem pont a kettő végén van ilyen hogy így Conan így ül a trónon, mint király, és így mondja a narrátor, hogy hát ugye nagy király lett, nagy öreg király lett belőle, de és hogy ott még hogy ez egy másik történet. Tehát így pont így össze fog vágni, hogy utána meg ilyen öreg. Tehát ki se kell maszkírozni. Nyilván lesz ami fiatal hős is, aki ilyen, tehát ilyen másik főszereplő, gondolom. Öreg Conan az lehet, hogy ő már csak így ilyen izé. Mentek egyet. Nem a lézer miatt, csak úgy. Na, szerintem ez is így pont ilyen jó így. Körülmények. Szerencsés áldozata. Tehát nem hiszem, hogy direkt vártak, tehát most érted, tehát nem tudhatták, hogy a Schwarzenegger most tényleg megéri az öregkort. Hogy ilyen nagy sztárokból indulunk már csak ki. Ugye megnyomtam meg. Erre nincs semmi. Szerintem itt van a rakéta. Az egyik legalábbis. You killed my friend. You killed my brother. Mondtam én, mondjuk nem volt nehéz kitalálni, hogy a... Say goodbye to New York City. Hogy a... Hogy a Saber az a Decker test... igen, a Saber a Decker testvére. Ugye a Decker a Sergei Decker. A Saber az meg Wilhelm volt, azt hiszem. Így reflexből itt jól szétlőttem azt a gépet. Nem tudom most az egy mi volt, most nem, hirtelen nem láttam. Közben a szúnyog itt szívja a lelkem. Megint nincs élet. Most jól megúsztam. Ilyen gép volt, nem? Mondom. De tök feltűnője más.
Ami életet azért adhatna, most nem azért. Tehát azért ki vagyok már idegileg. Lelkileg. Nagy szafacázunk most, de itt lent adjál már életet, most tényleg. System failure. Launch sequence deactivated. Bingo. Nagyon jó. Akkor mentünk is, oké? Okay? Na, de most felvettem azt a nagy üzét, az ami a, az a csigavető, azt nem tudom elővenni. De ez tényleg már így csinált egy ilyet. Mindegy. Nincs nálunk semmi, csak ez a Yakuza cucc van nálunk, ez nem jó. A gyenge. Olyan erős páncéljuk van ezeknek a... Mi a franc ez? Freeze? Nincs freeze. Még a páncél tartja bennem a lelket, szerintem. Itt... fogunk egy kicsit itt taktikázni. Eldobom. Mondom, eldobom. Ah, tudod mit, megyek ezzel. Tehát ez is jó. Hmm. Nice, nice, nice. Nagyon nice. Ez a fegyver, hallod? Kicsit így sütni kell, de jó. Na, ez. Tehát... Jó, most mentek még egyet, mert bármikor így behalhatok. Remélem azért lesz még majd lehetőség mi mentegetni. Zárva. Ez RPG is van nálam, meg ez is, ugye? Itt szinte semmi nem. Akkor van valami másodlagos tüzelése? Van. Így hirtelen nem gondoltam el. Na, nézzük. Azért jó amúgy, mert amíg sebzem, addig meg is bénul. Tehát ezért jó amúgy. Bár ez a... Mondjuk a lángszóró is ilyen, és így mondtam, hogy azt nem szeretem, mert... hogy így közben azért így izélni is kell. Tehát csak rá koncentrálni sokáig. Habár addig meg a többi meg lő. Tehát ugye ez a gas almaz állapot. Na. Mondtam. Pont ezt mondtam. Pont erről beszéltem. Megint inni fogok.
kiszárad az ember torka és szája. Na. Lássuk akkor. Nem látni az embert. Jól elbújik. Azt így megint így megküldöm a... Az előbb meghalt. Na, ezt nem szeretem. Azt észrevettem, hogy lassan tölt, tehát vagyis jó, gyorsan, de hogy így magához képest így a játék. Mondjuk ez amúgy azért, tehát ez nem csak ennél a régi game-nél van. Tehát hogy egyszerűen ez a leggyorsabb, ugye. Tehát nem mindegy, hogy van megszerkesztve a játék. Mondjuk a... De egy Assassin's Creed is kb. Ugyanegy ideig tölt. Ez elég ilyen fura volt, ez így ennyire halhatatlan volt. Ja, bocsánat. Ez amúgy szerintem mind olyan, hogy így... Ez egy kis csalás, hogy így ne legyen már olyan könnyű, így kis élettel, olyan tipikus helyen. Tehát, hogy hát, ha elbaszom. Nem tudom, igazából. Dobok le egy kis gránátot. Aludj már el. Ez azért meleg volt, és nincs... Tehát adjon már egy életet, tehát legalább egy kicsi legyen már. Nincs vakitom se. Volt még páncél. Most minden életre szükségünk van. Élet kéne. Itt meg rittig nem ad. Tehát nem igaz, hogy egy ilyen izé helyen nincs. Tényleg. Itt sok az ellátmány, és nincsen.
Ez van csak nálam. És megint mentek. Már egy mentésem van. A rakétával fogok menni, már nem hülyeskedek tovább. Rakéta az egy eléggé kellemes, egy ilyen gyengét fegyver. Nem tetszik ez az egy mentés. Érdekes ez a pálya, tehát jó, ez tetszik. Igen, nem van. Remélem itt automatice mentés van. Aha, közvetés módos. Szergej Decker nem maradhat életben, öld meg. Ah, gondoltam, hogy ez lesz. Gyilok lesz, gyilok pornó lesz. Nem csak ilyen megszököm, és akkor majd még találkozunk. Ha bárki tudja, nem biztos, hogy meg tudom ölni. De, jaj, most itt lesz Szergej, és ennyi életem van. Tehát ez se véletlen. Most impressed you made it this far, Mr. Mullins. But the game ends here, men. De amúgy tényleg amúgy nem tudom, mit várt ez a Mullins, hogy ne ölje meg a Hawkot, mikor megölte a testvérét, tehát ez még a legrosszabb családban is szar. Nincs nálam shotgun, tehát minek ennyi sörétes. Látszom, hogy ezt az Unreal-os képességeimet kell elővenni. Amúgy, tehát az Unreal Tournamentnek is van amúgy egy ilyen, van egy ilyen, na, nem sztori, de egy ilyen, tehát majd annak nevezhető amúgy. Na, lehet abból is lehet ilyen jó gameplayt csinálni. És megjött Decker. If you want a job done right, you do it yourself. Well, mert több parázoktól mentek egyet, oké? Okay? Gyorsan fut a gyerek. Na, ezek a ládák komolyan. Thank you.
került. I'll see your friend in hell. Say hi to him for me. Ez mondjuk elég gyenge volt. Tehát ilyen epikusabb vég volt már, hogy így a Malens így szalad, mint így felrobban az egész kastély, mondjuk így szalad, így minden így felrobban. Ám mindegy. John, congratulations and welcome home. Thank you, Sam. What are you going to do with the money? Depends. Is a vacation in order? Sorry, John. Something's come up. Where do I go? South America, but not alone. John, meet your new partner, Taylor. Just Mackie. Taylor. Mullins. Szóval Malens kapott egy új társat, egy csajt. De komoly, hogy így néz ki a, amúgy a Malens. Igen, itt a vége a játéknak. És nem tudom, itt nyomjak valamit. Ha. Na, tehát ennyi volt a játék, hát azt kell, hogy mondjam, hogy csak akkor egy kicsit álljunk meg így, tehát így akkor ugye sikerült befejezni ezt a játékot, végigvittük a Soldier of Fortune első részét, most egy ilyen outrót azért így lenyomnék, mint hogy volt egy ilyen intro is, így, hogy ilyen vég összefoglaló. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy így összességében így a kisebb ilyen ugye fekete pontok így a gameben, meg így én is azért így nem voltam így a helyzet teljesen magaslatán. De amúgy szerintem egy jó játék, így jó volt így a gameplay is, így minden jó volt. A grafikát szerettem, így a játékmenetet, itt tényleg így elhittem kategória. Úgyhogy kellemes érzésem van ismét, tehát én megduplázódott, így régen is jó volt, így most is tök jó volt. Hát szerintem többet így nem fogok ezzel így játszani. Van egy olyan érzésem, tehát ez így bőven elég volt egy életemben így kétszer. Most olyan különös érzésem támad, hogy ez ilyen előszél így a kettőhöz. Tehát szerintem a kettő az azért így jobban így egybe van. Nekem van egy ilyen gyanúm. Meg így amúgy olvastam róla, hogy így azért ez így jobban így odavág. Attól így azért elég így behullámzik az EKG. Egy összességében amúgy az apró kellemetlen részket így vonva, ez így nagyon jó game volt, élveztem. Remélem ti is. Köszönöm, hogy velem tartottatok. És türelmesek voltatok, ugye. Kellett is néhány epizódnál azért így egy kis türelem ahhoz, hogy így mikor tudom így átugrani az adott akadályt, de így sikerült így legyőrni mindent, ugye megmentettük a világot, lett egy új társunk is, úgyhogy itt ért véget a Soldier of Fortune végjátszásom, ez a záró epizód. Mondjuk egy ilyen credits, vagy ilyen outro zenét, meg ilyen képeket, ezt azért így hiányoltam, tehát így csak így megjelent egy magazin, és akkor így ennyi. Úgyhogy hamarosan, miért sikerül így beszereznem a második részt, ugye azt így mindenképp így szeretném itt tényleg így eredetibe, mert ahogy mondtam, hogy én így csak eredetibe játszom, de ezzel az egy kémmel most így tényleg így kivételtettem, mert egyszerűen nincs sehol. De ígérem, majd beszerzem is, így fölrakom a polcra. Tehát hamarosan meg lesz újonnan szűzen a Soldier 2 Gold Edition.
és hamarosan jelentkezem is azzal a résszel, azzal a sorozattal, úgyhogy figyeljétek, a időközben lennének így feliratkozók, és már így meg is néznék, hogy ez így nagyon friss, tehát így pár nap alatt ezt amúgy így kivégeztem, tehát azért így alig egy hete nyomom ezt, de amúgy szerintem ez jó döntés, tehát ez pont egy ilyen kezdőjáték. Emlékszem Oscarnak is ilyen, mi is volt a Blood, az még ennél is ilyen gagyibb, nem is gagyibb, régibb, nem mindegy. Tehát ő is azért így kezdte. Úgyhogy nekem ez volt egy ilyen szűz, ilyen tűzkeresztség, ez a Soldier Fortune. Úgyhogy hamarosan jön a második rész, már nagyon kíváncsiok. Na, szóval időközben így már lennének, akik így megemésztették ezt a végjátszásom. Bár nem hiszem, mert elég hamar fogok szerintem nekilátni. Mindegy, ezt akartam mondani, hogy így figyeljétek a csatornát, hogy mikor jelenik meg az első epizód a végjátszásból. De remélem jól szórakoztatok, köszönöm, hogy velem voltatok végig. Ha tetszik, amit így csinálok, akkor iratkozzatok fel nyugodtan a csatornámra, terjesszétek az igét. Én is így megpróbálom majd így azért így még jobban így azért így viccesebbre, érdekesebbre és komolyabbra, tehát ilyen pengébre venni a szitut. Minden jót kívánok nektek, hamarosan találkozunk újra a Soldier of Fortune 2 végjátszásban. Sziasztok!